Itt vannak a diákok, akik a kérdéseket teszik fel egymás után, elmondják a kérdéseket. János Szegedről, mit tart legérdekesebbnek a világűrben? Jánosnak mi a legérdekesebb a világűrben? Hát szerintem, ami persze a súlytalanságon kívül, a sebesség az nagyon érdekes. Az, hogy néhány perccel ezelőtt még New Yorkban voltam, és most pedig Magyarországon megyek át, már a Fekete-tengernél tartunk, és még tehát csak percünk van beszélgetni. Ez a sebesség, ez egészen elképesztő. Reméljük, hogy harmadik útra a holdhoz fogja végre. A 120 éves magyar millenáris stadionba a versenybicikli pályán tekertem, akkor te fönt 28 000 km-es sebességgel mentél, én alattad 28 km-es sebességgel. Nagyon tisztán hallottalak. És hogy három a magyar igazság. Milyen érzés volt Magyarországot fentről meglátni? Minden helyet, amit az ember ismer, az nagyon érdekes felülről is látni, és természetesen Magyarországot, vagy legalábbis Magyarország részeit én jól ismerem, és ez egy nagyon érdekes élmény. És hát inkább az, hogy amikor magyar amatőrökkel beszéltem, az megható. Tehát az emberekkel való kapcsolat az inkább megható, mint a geográfiai a kép, ami tulajdonképpen csak érdekesség. De lehetett mondjuk a Balatont, vagy bármi más látni esetleg? Természetesen tulajdonképpen csak a Balatont és a Fertőtavat lehet látni első pillanatra, és ember úgy keresi meg Magyarországot, hogy a Balatont meglátja, és a Fertőtavat, és abból aztán lehet kiszámítani, hogy minek hol kell lennie. A folyókat, még a Dunát is, és a Tiszát nagyon nehéz látni. Milyen érzés volt a második űrutazás? Mennyivel volt könnyebb? Sokkal könnyebb volt, és tulajdonképpen ezért is vállaltam, hogy megcsináljuk, mert nagyon érdekelt, hogy több kísérletet tudjak elvégezni, hogy több emberrel, amatőrökkel tudjak beszélgetni, a jobb képeket és filmeket tudjak csinálni. És ez mind sikerült tulajdonképpen azért, mert mint már nem állva kezdtem a versenyt, hanem futva, és az első naptól kezdődve tudtam dolgozni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.